1962-től. Azóta lakunk itt, Balatonfüreden. Taliánderőgdön születtem, nekünk ott is kertünk volt, és én ragaszkodtam a kerthez, meg akkor még nem is voltak ezek a lakótelepi lakások. Mennyi elfoglaltság, munka van vele? Hát rengeteg. Reggeltől estig lehetne benn dolgozni, de egy-két óra, három óra, több is. Közben bemegyek főzni, visszajövök, és tovább csinálom a kertet, de elég sok elfoglaltság van. Sok öröm van egy ilyen kertben? Hát, hogyha nyílnak a virágok, akkor igen. Igen. És mikor érik a gyümölcs, akkor le lehet szedni a gyümölcsöt, nem kell elmenni a piacra vásárolni. És hogyha még több van, akkor még barátaimnak is mindig szoktam adni. A Noszlopi utcai családi ház kertje ébredezik, és a tavaszi időjárás beköszöntével mások is dolgoznak a kiskertekben. A munkák során keletkező zöld hulladékot tilos elégetni, összegyűjtve elszállítják, vagy helyben komposztálható. A településüzemeltetési cég idén 21 alkalommal szállítja el a szabályosan kihelyezett zöld hulladékot. Az első alkalommal április 7-én fogjuk elszállítani a zöld hulladékokat, utolsó alkalommal november 24-én. Az áprilisi időszakban ezen belül négyszer lesz, tehát ott hetente, mint ahogy novemberben is hetente fogjuk szállítani. Itt azért lesz így, mert nyilván itt ilyenkor meccési időszak van, tehát áprilisban, illetve novemberben pedig a falevelek hullása miatt. A zöld hulladékot a tavaly is alkalmazott módon gyűjtik be, az erre a célra szolgáló ingyenesen kiosztott edényekből és a Probionál vásárolható zsákokban. A cég ügyfélszolgálata jelenleg zárva tart, de az ablakon keresztül jövő héttől kiadják az igényelt zsákokat. Nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy akár már egy héttel előtte kihelyezték a zöld hulladékokat, ami szabálytalan, és hát azt gondolom, hogy településképileg sem igazán szívderítő látvány. Tehát azt kérem, hogy lehetőség szerint mindenképpen csak előző nap helyezzék ki a zöld hulladékokat és a megjelölt módon. Somogyi László elmondta, a 21 szállítási alkalomból csak 8-at fizet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási ZRT. A többi elszállítás díját a füredi költségvetés állja. A balatonfüredi zöld hulladék gyűjtés és szállítás így is a legtöbb alkalommal van a megye más városaihoz, településeihez képest, tehát itt egy nagyon jó minőségű, színvonalú szolgáltatás van a városban. A begyűjtött zöld hulladék a bővítés alatt álló füredi komposztáló telepre kerül. Itt kerül feldolgozásra, pritékolásra kerül, illetve komposztáló, lásra és komposzt termék lesz belőle, amit egyébként meg lehet vásárolni. A vezérigazgató hangsúlyozta, a zöld hulladék rendkívül értékes alapanyag, amiből házi körülmények között is érdemes komposztot készíteni. Az otthoni komposztálásnak az a hallatlan nagy előnye, hogy nem kell elszállítani, tehát azt gondolom, hogy a klímaváltozás ökológiai szempontból is hasznosabb, illetve a komposztot helyben fel lehet használni, hiszen nagyon sok tápanyagot és talaj számára hasznos lazító anyagokat tartalmaz, amit bedolgozva hát meg lehet spórolni műtrágyákat, tápanyagokat, tehát az a család költségvetésében további pozitív előnyökkel járna, és hát arról nem beszélve, hogy azt gondolom, hogy a kertművelés ebben a bezárt időszakban is mindenkinek a jó levegőn való tartózkodás és hasznos cselekvés, ez is egy jó dolog. A Probio ZRT jelenleg is egy biomassa fűtőmű tervén dolgozik, aminek a megvalósulása esetén a városi zöld hulladékból fűtenék az uszodát, a sportcsarnokot, valamint a Noszlopi utcai óvodát és a városi bölcsödét.